12 felső tagozatosokból álló csapat vette birtokba szombaton az alpesi tavat Vaskeresztesen. Ők teljesítettek legjobban az elmúlt hetekben lebonyolított levelező fordulóban, amelyben halbiológiával, környezetvédelemmel, horgászati szabályokkal kapcsolatos ismeretekre volt szükség, de például csapatzászlót és megadott halfaj szerint szereléket is kellett készíteni. Az elméleti feladatsort a répcelaki csodacsukák oldották meg a legügyesebben. Szeretünk horgászni, hiszen így az osztálytársainkkal gondoltuk, hogy jelentkezünk erre a versenyre. Hát az első forduló, hát azt hiszem három feladat volt, és úgy közösen csináltuk meg. Az Oladi iskolában 2 éve működik horgászszakkör, amelyre közel 30-an járnak rendszeresen. A vetélkedőre 3 csapatot is neveztek. Próbálkozunk olyan értékeket átadni a gyermekeknek, amik hasznukra lesznek hosszú távon. Ilyen például környezetvédelem, mint láthatjuk. A gyerekek nagyon lelkesek, mert ez egy olyan sport, ahol a szabad levegőben vagyunk, és nagyon sok mindent tanulnak. A versenysorozat zárásaként a 4 fős csapatok a gyakorlatban is megmutathatták, mit tudnak. A csaléról maguknak kellett gondoskodniuk, a többi felszerelést a Horgászszövetség biztosította számukra. Úszós készséggel 2 órán át próbálhatták horogra csalni a halakat. Az iskolai vetélkedőnk elsődlegesen az utánpótlás nevelés a célja. Iskolákba szerettük volna bevinni a horgászatot, mint szabadidős tevékenységet, hogy foglalkozzanak különböző szakkörök keretében vele az iskolák. Talán a szeles idő lehetett az oka, hogy ez alkalommal a méretesebb példányok elkerülték a horgot. Ezt a pontyot már csak a verseny végén időn túl sikerült partra segíteni a celldömölkiek nagy bosszúságára. A halfogó versenyt végül 830 grammos teljesítményével a Rábapatyi csapat nyerte, összesítésben a répcelakiak bizonyultak a megye legjobb iskolai horgászcsapatának.